Tiszteltel köszöntöm a sajtó képviselőit itt Tiszatenyőn. Először is szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide Tiszatenyő községbe, hiszen nagyon hirtelen tudtuk önöket meghívni. Polgármester úr Kazincz István Tiszatenyő polgármestere látta vendégül ma itt a térség polgármestereit, és nagy örömömre szolgált, hogy a hirtelen meghívásnak köszönhetően is 19 település polgármestere részt vett a mai megbeszélésen, és akik nem tudtak itt lenni, azok is a hirtelen összehívás miatt, munkahelyi elfoglaltságok miatt nem tudtak eljönni, de én bízom benne, hogy ma mindenkinek tudtunk olyan új információkat adni, akár polgármester úr a start munkában elért eredményeikről és a település bemutatásával, akár én a pályázatokkal kapcsolatosan, ami hasznos volt neki és megérte azért, hogy eljönnek ide. A mai tanácskozás elején polgármester úr bemutatta a települést, bemutatta a start munkában eddig elért eredményeiket és beszélt a jövőről. Utána a polgármesterek ezt megbeszélték, és mindenki elmondta, hogy milyen nehézségei vannak most már a munkanélküliség csökkenésével, a start munka fenntartásával. Kértek is engem, hogy milyen tanfolyamokat kellene, hogy támogassunk, hogy szervezzünk ahhoz, hogy gépkezelőket, traktorosokat tudjanak például fölvenni. Én bízom benne, hogy ennek is az egyeztetése jó lesz, és sikerül olyan szakembereket kiképezni a munkanélküliek közül, akik megfelelnek a start munkában a magasabb követelményeknek is, úgymond, tehát gépkezelők, különböző szakmákat megtanult szakemberek tudnak lenni. Utána pedig én megköszöntem a polgármestereknek azt, hogy a területi operatív programok pályázatában példásan együtt tudtunk működni. Gyakorlatilag a nagy települések példát mutatva az összefogásból a kicsikkel nem pályázták le az összes keretet, amit meg tudtak volna tenni, hanem egy előzetes egyeztetés után, amit közösen lefolytattunk, mindenki akkora pályázati összegre nyújtott be pályázatot, amekkora biztosította azt, hogy minden egyes településnek, a kis településeknek is jusson pályázati forrás. Örömmel tudom elmondani, hogy nemrég a megyei önkormányzat által meghozott döntésről annyi már nyilvános, hogy mind a 23 településünknek nyert pályázata ebben az első körben, több mint 12 milliárd forint értékben. Én köszönöm a településvezetőknek, köszönöm a megyei önkormányzat vezetőinek azt, hogy ebben a kérdésben példásan együtt tudtunk működni. Erről a polgármesterekkel alá is írtunk egy nyilatkozatot, amelyben kifejeztük, hogy ez az együttműködés jó sikerült, hiszen hogyha egy térség minden települése több 10 millió forintot tudott nyerni egy pályázati rendszerben, akkor én azt gondolom, hogy ez egy sikeres együttműködés, és én biztos vagyok benne, hogy a kollégák, a volt kollégáim, a polgármesterek mindjárt elégedettek is lesznek ezzel. Annak az örömnek is hangot adtam, hogy nagyon örülök neki, hogy az a munka, amit mi közösen elvégeztünk, az a rengeteg egyeztetés, a rengeteg megbeszélés, és utána a pályázatok bejárása, a pontozók általi elbírálása, az nem csak hogy példás volt, hanem maximálisan jó is volt, hiszen a megyei önkormányzatnál a döntés egyhangulag született, tehát az ellenzéki képviselők is támogatták azt az óriási munkát, amit a polgármesterek velem közösen, a megyei önkormányzat vezetése, illetve a kormány közösen elvégzett. Örömmel vettem tudomásul, hogy az ellenzéki képviselők is támogatják az ez irányú munkánkat, az én munkámat is, és a kormány munkáját is. Ez egy nagy öröm. Én azt gondolom, hogy ezt is örömmel vette tudomásul minden megjelent polgármester is, hiszen ez azt az elégedettséget mutatja, hogy a térség megyei önkormányzatban dolgozó ellenzéki képviselői elégedettek a megye polgármestereinek a munkájával, elégedettek az országgyűlési képviselő ebben a térségben végzett munkájával, és elégedettek a kormány munkájával, hiszen ez egy óriási munka volt, ami több mint 12 milliárd forintot hozott a mostani körben a térségünkbe, és összességében több mint 15 milliárdot fog hozni ebbe a körbe. Egy új együttműködést is ajánlottam a polgármestereknek ebben a nyilatkozatban, amit közösen aláírtunk. Ez az új együttműködés arról szól, hogy a településeinket összefogva
úgy, ahogy a top pályázatokban együttműködve fogjuk fejleszteni, hiszen összefogásban van az erő, és én úgy látom, hogy a mi polgármestereink a legkisebbtől a legnagyobbig hajlanak arra, hogy együtt gondolkodjanak a térség fejlesztésében, és együtt gondolkodjanak abban, hogy kikinek a saját települése is, ha fejlődik, de odafigyelve a többiek fejlesztéseire is, tényleg egy ilyen közös, sem fejlesztett térség legyen a miénk. Büszke vagyok rá, hogy a polgármestereink részt vettek ebben, arra is büszke vagyok, hogy együtt tudtunk dolgozni, és hogy a jövőben is elfogadták ezt a segítséget, és együtt fogunk dolgozni. A 2017-18-as költségvetés kialakításakor, hiszen most lesz a 17-es költségvetés módosítása és a 18-as költségvetés elfogadása hamarosan a parlamentben, egy új együttműködést kötöttünk. Ebben az új együttműködésben én különböző fejlesztéseket fogok beadni módosításnak, amely minden települést érinteni fog, aki jelezte az igényét, és megpróbálunk minden településre olyan fejlesztéseket hozni, amely nem több 10 millió forintról szól, hiszen itt körülbelül 20 millió forint tud jutni egy településre, de ez a 20 millió forint, ez a polgármesterek jelzése szerint a legfontosabb feladatokra fog jutni. Van, ahol járdát fognak építeni, van, ahol utat fognak építeni, és van, ahol orvosi rendelőt szeretnének felújítani. Nyilvánvaló, hogy a polgármesterek nagyon jól tudják azt, hogy melyek azok a legfontosabb feladatok, amelyekre szükségük van. Sajnálom azt, hogy nem tudott minden polgármester itt lenni, de bízom benne, hogy az együttműködésnek ők is részesei lesznek. Nyilvánvaló, hogy a kollégáim meg fogják őket keresni a következő napokban, és nekik is felajánljuk azt, hogy az a 4 polgármester, aki külföldi távollét miatt, illetve betegség miatt és egyéb elfoglaltság miatt nem tudott itt lenni, ők is részesei lehessenek ennek a fantasztikus összefogásnak, úgy, ahogy eddig is részesei voltak, hiszen a top pályázatokban is részt vettek ők is, és együtt dolgoztunk azon, hogy ez jól sikerüljön. A polgármesterek még egyéb problémáikkal is megkerestek, kinek a saját településére a speciális gondjaival, de azt gondolom, hogy a legfontosabb most az, hogy a térségbe sikerült jelentős fejlesztéseket hozni. Az is nagyon fontos, hogy a 18-as költségvetés módosításához ne csak ezeket a fejlesztéseket tudjam bevinni, hanem jeleztem a Tiszazug polgármestereinek, főleg Kunszent Márton polgármestereinek, hogy a 2018-as költségvetés módosításához be fogok adni egy módosítót, amellyel a Szentes felé elkerülő, a 45-ös számú útnak az elkerülő szakaszának a megépítésére fogok kérni a kormánytól 5 milliárd forintot, hiszen nagyon fontos ennek az elkerülőnek a megépítése. Bízom benne, hogy az összes költségvetéshez benyújtott módosításom sikeres lesz, és abban is bízom, hogy ezáltal még tovább tudjuk fejleszteni a térséget, és hogy az az összefogás, az a példás összefogás, ami a polgármesterek és közöttem az elmúlt években kialakult, ez továbbra is fennmarad. Ezt próbáltuk most szentesíteni egy nyilatkozattal, és továbbra is összefogva közösen fejlesztjük ezt a térséget az itt élők életkörülményének javítása érdekében, és annak érdekében, hogy a már most is jelentősen lecsökkent munkanélküliséget tovább tudjuk csökkenteni, a gazdaságot tovább tudjuk fejleszteni, és mindenki elmondhassa magáról 2018-ra, amit én ígértem, hogy egy kicsikét jobban él. Én ezért dolgozom, ezért dolgoznak a polgármesterek is, és én bízom benne, hogy ez a mi jó kis összefogásunk, ez egy jó közösség, együtt, közösen nagyon sok szép fejlesztést tud még vinni kiki a maga településére, amely összességében fogja gazdagítani a térségünket. Kérdezem, hogy van-e kérdés? Kérdést nem látok, köszönöm szépen a sajtóképviselőnek, hogy eljöttek és végignézték a konferenciát és részt vettek a sajtótájékoztatón.